Azt hittem, jól megvagytok. Mond. Vannak terveim? Igen. Például? Ez is, az is, mindenféle. Szóval semmi. Bizonyítványok, általános és középiskola, fodrászképzés sajnos befejezetlen, szakmai tapasztalat, megyei szépségkirálynő. Nem rossz. Azért ez nem szokványos. Utána hostess Nizzában. Ez is nagyon jó. De 2011 után sem. Csináltam ezt az délen, de semmi érdekeset. Ahogy mindig elmondom a munkakeresőinknek, minden kerüljön bele az önéletrajzba, mert táncos nő voltam. De hát ez nagyon jó. Balett? Nem igazán, rúdtánc. Nem ismerem. Fenékrizálás egy rúdnál. Azt írom, hogy kabaré művész. Írjon, amit akar, de most már normális munkát keresek. Van valami nekem való, vagy nincs? Kisasszony, nem az a gond, hogy találunk-e önnek való munkát, hanem az, hogy találunk-e bármit. Magyar hangok. Horváth Lili, Zsuzs Kati, Solecki Anka, Jakab Csaba, Csík Csaba Krisztián. Lázadók. Munkaidő 7-től 3-ig, vagy 3-tól 9-ig. Attól függ, mikor jön ha. Mikor tudsz kezdeni? Azonnal. Na, szuper. Majd kapsz egy köpeny. Az öltöző ott van oldalt. Nem akart indulni a kocsi. Kit érdekel? Hello. Na, mozgás, mozgás. Ajtó. Háromszor van szünet. Máskor nem hagyhatod el a helyedet. Hé, megint elkésnél. A tragacsa megint bedöglött. Hűsz lesz az alkoholtól, már indít. Jól kiütöttem magam. Össze-vissza ittam mindent. A Dakotában voltunk, és már nem volt időm hazamenni. Bírni fogod? Persze, álltam a parkolóban, úgyhogy nem lesz gond. Ismered? Együtt tanultunk fodrásznak. Mindenki ismeri, 15 éve szépségkirálynő volt. Még mindig volt, jól néz ki. Persze, még jó. A pénz jól konzervál. Ha konzerválás kell, azt itt is megkapja. Kartötőt, minden ilyesmit vegyél le, meg beakadhatnak a gépbe. A munka nem bonyolult. Megtöltöd a dobozokat, ahogy jönnek. Dobozonként 3 hal. Ha egy hal nem fér bele, mert túl nagy, levágod a farkát. És gyorsan dolgoz, különben mi szívjuk meg. Értem. Érted? Igen. Akkor kezd. Hülyeséget csinálsz! Lassz újra találkozni! Egész ügyesen csinálod!
Én sokkal bénább voltam az első napomon. Te nem fürdesz? Nem, nem köszönöm. Kellene. Jól vagy? Nem volt nehéz. Nem, kösz. Furcsa újra itt látni téged. Na, jöjjön te vissza. Nem vagy be a modellkarrier? Amint látod, nem. Milyen kár. Elmehetnénk inni valamit. A régi sújtársakkal klassz lenne. Sajnos nem megy, még dolgom van. Nem gond, majd máskor. Hol laksz? Egyelőre anyámnál. Vigyázzat, lányok, jön a főnök! Nagyon szép. Nehéz volt? Hogy ment az első nap? Jól. Nadine, hol van? Itt vagyok. Hármunk, oké, holnap a gép tisztítás. Már meg én, viccelsz? Fogd be, ne vitatkozz, jó? Köszönöm a kocsit. Ne szokj hozzá. Na, hogy ment? A pokoli volt. Édve a szegények között. Nagyon gyorsan le fogok lépni innen. Persze. Megint fodrász leszek. Miért vágsz ilyen képet? Jobb, mint a gyárban járni, vagy a kempinget takarítani. Ha te mondod, a lakbért addig is fizetned kell. Igen? Mennyi ez a trágyadom? Heti 5 euró? Ha nem tetszik, visszamehetsz a Rivierára, nem tartóztatlak. Miért jöttél vissza? Már mondtam, összevesztünk. Tehetséged van a párválasztáshoz. Ne beszélsz, ki az apám? Hol van? Elég, elég, ne kezd ezt újra, érted? Őrizze meg a nyugalmát, uram! Ha akarom! Mi a baj, Frank? Mi történt? 3 hónapja nem fizetnek lakbért. Megmondanám, mi csinálják? Várd ki szépen! Mindig fizettünk, nem? Úgyhogy kivárod! Hallottad? Kivárod! Ide figyeljenek! Addig nem megyek el innen, amíg nem rendeztük az ügyet! Ahogy te azt hiszed! Frank, Frank, ne! Ne csináld! Eltűnsz innen, hallod? Mondom, hogy ne csináld! Mi ütött beléd? Mi nem fizettünk lakbért, ez most a mi sarunk. Nem tudod felfogni? Az ő oldalára állsz? Frank! Menjünk be, fiúk. Kiszámolhatom a költségeket, de jobb lenne egy másik kocsi. Generátor, égszi, akkumulátor, fékbetétek és... Hé, anya! Uff. Nézd! Tűnés onnan, Dylan! De nézd meg, milyen szuper! Azt mondtam, szállj ki! Gyere ide! Szóval akkor mi legyen az AX-el? Miért nem vessük meg a mi? Mert nem telik rá. De ha kevesebb drogot vennél? Menj vissza a kocsihoz. De már nincs is kocsi. Menj és válj meg ott. Kis botos. Na és mi van a férjeddel? Még mindig otthon tenyél? Nem. Miért te így szétmelózod magad, ő meg egész nap a tövjét akarja a tévéhez? Csak azért, mert mindenképpen újra hajón akar dolgozni. Én meg fekete akarok lenni, de nem vagyok, ha? Nem kaphatunk meg mindent, amit akarunk. A férjed tudja ezt? Igen, tudja. De nagyon nehéz neki ennyi. A francba? Mi az? Elegem van, untorító. Majd az esti géptisztítás lesz az. Mi van? Elfelejtetted? Én nem csinálom, az biztos. Ez nem szabadon választott. Megyek, lefertőtlenítem. Mindig is egy kurva volt. Jó napot, Patrik vagyok a fodrászszalomból. Elolvastam az ön életrajzát, de ha nincs bizonyítványa, nem megy a dolog. Nagyon sajnálom. További sok sikert. Francba. Hello.
Érült, te tökös vagy. Szerintem rosszul fogtunk hozzá a dologhoz. Azt mondtam, tűnés. Miért vagy ilyen feszült? Ne gyere közelebb. Mert akkor kiabálni fogsz. Már a súlyban is hercegnőnek néztél ki. Kedven támad, hogy... Elég! Így nekem senki sem mond nemet. Csak mert megválasztottak misztökönnek, még nincs jogod ellenkezni. Sebészet manapság már csodákra képes, meglátod, két hét múlva már úgy fog állni, mint egy kis bikának. Fogd a pofát! Fogd a pofát, locsó! Vegyél már vissza! Csak segíteni akartam neked! Mentőt kell hívni! Ne, ne, várj! Komolyan? Még jó! Add a táskámat! A táskámat! Mi van ebben? Mentőállomás, egy kis türelmet. Tessék, mi a probléma? Halló? Rohadék kurvák! Hagynátok megdögleni, mi? Hova be? Marilyn, Nadine, ne hallgassatok rá! Mennyi van benne? Hívjatok mentőt! Elég egy új élethez. Igen, csak hogy nem a miénk. Igen, pontosan. És szerinted az övé, nézd csak rá! Ha ennyi pénz van egy táskában, ott valami piszkos ügy van. Te vigyázz rá, gyerek! Gondolj a családodra! Pontosan azt csinálom. Ürít, mint egy disznó. Mit csináljunk? Ha kórházba vitetjük, a pénznek annyi. Ugye tudjátok? Igen. Nem hagyjuk kipuccani, még akkor se, ha szemítség, hogy ezt is megussza. Jó, hívj mentőt. Lányok. Jami! Jó vagy? Meghalt. Igen, látjuk kösz. Mit csináljunk? Nem tudom. Most, hogy meghalt. Biztos? A gond az, hogy ki kell vinni Zsamit. És az őrök? Nincs más kijárat? Nincs. Akkor semmi remény. Kivihetjük apránként. Mi van? Ez a munkák, nem? Zsamiék vagy makréla? Az nem ugyanaz. Thank you.
Az eladatlan áruk között, amíg kitaláljuk, hogy hogyan vihetjük ki. Nadine és én feltakarítunk, te pedig Marilyn összeszedett Jammy minden holviát, hogy azt higgyék, elment a gyárból, rendben? Kész? Igen, kész. Nem használhatjuk. Akkor mire volt jó? Most még semmire. A pénzt elrejtjük, amíg elül a dolog. Jó, de az én részemre én akarok vigyázni. Az én részemre meg én. Jó, de ne használjátok, rendben? Rendben. Mi ez a pénz? Semmi, Dylan, feküdj vissza. Azt mondta, feküdj vissza! Nyugodj már le! Fogd be! A te fiad? Igen. Te tudtad, hogy van egy fia? Igen. A francba, és nem gondoltatok rá, hogy akkor nem szabad itt osztozkodnunk? Ez csak délen, semmi rizikó. És aki kotyogja? Nyugi, akkor mindenki azt fogja hinni, hogy hazudik. Mi akartál? Nagy szar van. Mi történt? Jammy eltűnt a belgák lóvéjával. Mi? Nem volt ott a találkán, a Kokó visszament Spanyolországba. Jammy vagy lelépett a pénzzel, vagy történt vele valami. És a belgák? Nem szállnak le róla. Tessék, már megint ők a francba. Hogy van, monsieur Boniface? Nem, ez itt iszogás. Igen, minden rendben. Persze, hogy időben. Hogy? Igen, én is ölelem. A francba. Miért nem mondtad el nekik? Mégis mit mondjak? Hogy elvesztettem a zsuzsójukat? Észnél vagy? Azt akarod, hogy kinyírjanak? Te nem ismered őket, ezek betegek! Mennyi volt abban a táskában? Jó sok. Telefonálj mindenhová, menj el az exéhez, a csajaihoz, valaki csak tud valamit. Ki ez a jó kis tyúk? Egy régebbi szépség királynő. Tényleg? Igen, úgyhogy kicsit több tisztelettel. Na, mozgás! Megyek. Sőt, kérnék! Köszönöm szépen!
426, 427, 428, 429. Jöven, mit csinálsz? 520 doboz. Olyan sok? Kiinni? Megszámoltam. Az volt az érzésem, hogy kevesebb. Számolj utána, 520. Mit csináltok? Gyertek már, őrült fura, hogy itt bámuljátok a tonhalat. Hatosával kellene kivinnünk. A fejenként napi kettő, úgy biztos, hogy lebukunk. Már egy is húzós. Napi egyen karácsonyra leszünk kész, kiszámoltam. Megnézik a táskákat, le fogunk bukni, hidd el. Nem tehetünk mást. Még halálában is kiszúr velük a szemét. Most nehéz helyzetben vagyunk. Értem, de nem tudnak adni valamennyit. Mondjuk a labbér felét. Ki az, Nadi? Mi csinálsz oda én? Bocsánat, hogy késtünk. Jó napot! Találtál X-et? Igen, 4800-ért. Ilyen rossz a helyzet? Igen. Akkor most mit csináljunk? Ez az a szalag. Gyertek ide hátra! Szeretné, ha szólnék nekik, hogy jöjjenek ide? Egy kis halat! Ahó, lányom! Ha befejeztétek a kisegű bámulását, dolgoznátok esetleg? Igen, nők azok látja. Rólunk beszél! Szántos, Dréán, De Wilde! A rendőrség kérdezne pár dolgot. Van olyan listájuk, amin ellenőrizhetjük minden alkalmazott beosztását? Nem kellett volna hallgatnom rátok. Börtönbe kerülünk. Mi lesz a fiaimmal? Nincs semmi bizonyítékuk. Mindent eltakarítottunk. Frank, gyűlölni fog ezért. Fogd már be! Jó napot! Díny hadnagy vagyok. Én vezetem a nyomozást. Nyomozást? Jean-Michel, a művezető eltűnt. Jean-Michel! Igen, Jean-Michel. Az anyja hívott minket, hogy nem kap hírt róla. Már elég nagy fiú. Talán nem számol be a mamának. Ez igaz. Nekünk mi közünk a dologhoz? Az a helyzet, hogy maguk látták őt utoljára, amikor itt maradtak túlórázni. Történt akkor valami? Nem. Akkor miért hívták ki a mentőket? Ön, asszonyom, a mobiljáról hívta a mentőket, aztán menet közben letette. Történt valami? Tudja, az új lány ráétett a lábára egy konzerves ládát. És úgy érezte, eltört valamelyik csontja, úgyhogy mentőt hívtam. De mivel az új félt, hogy elveszíti a munkáját, kért, hogy tegyem le. Értem.
Szóval ez történt. Igen. Rendben. Nos, átnéztük Jean-Michel gépét, és találtunk egy-két üzenetet, amik elég érdekesek. Mondd ez valamit. Önnek se kisasszony. Nem, pedig maga írta őket. Például itt van ez. Csak úgy dobni akarsz, hogy utána megdughass mindent, ami él és mozog? Vagy ez? Nem fogok térden állva könyörögni, azt hiszed hiányozni fog a lötyet kis farkat, te szemét. És végül, ha nem válaszolsz, te szarzsák, megölöm magam, de előbb levágom a golyóidat, és feldugom őket neked. Ezek nem komolyak, viszonyunk volt 2 éve, és aztán csúnyán dobott engem, amit én egy icipicit rosszul tűrtem, de mennyi az egész? Rosszul tűrtem? Egy picit. Ennyi volt, mehetünk? Menjenek! Dőjön, kisasszony! Kérem, csukja be az ajtót! Azt hiszem, van egy kis gondunk. Az, hogy dugtunk? Nem. Az, hogy maga gyanúsított a nyomozásomban. Amikor dugtunk, még nem tudhatta. Ez igaz. Akkor ne hibáztassa magát. És ha úgy érzi, hülyeséget csinált, gondoljon arra, hogy én is ezt érzem. És nem azért mondom ezt, mert maga rendőr. Miért nem mondtad ezt a dolgot Jamie-ról? 2 éve volt. Ki hitte volna, hogy megtartja az e-mailjeimet? Tudod, hogy mekkora bajba kevertél minket? A zsaru nem fog leszállni. Jól van, sajnálom. Sajnálom. És ez? Ez micsoda? Nem fogok lebukni a hülyeséged miatt. Már nem vagy a suli királynője. Ugyanolyan vagy, mint mi. Menj a francba a prédikációddal, leszarlak! Ki a fenének képzeli ez magát? Hagynunk kellett volna, hogy boldogulj egyedül Jean-Mival meg a farkával! Ha mi ketten nem vagyunk már a sittenülnél! Mi seggfej királynő! Nem megbízható. Ki kell vinni. Nem lehet veszélyes. Marilyn a veszélyes. Mindent el fog szúrni. Nem szabályos áru. Hová lett az a hülye? Derítsd ki! Francia segélyegylet. Raklam itt van, Brigitte mondta a gyárban. Jean, mit fogják megenni? Szegények. Nem tudnád befogni. Hé, nyugodjatok már le. Kezdtek az agyamra menni. Azt mondtam, elméletben. Itt van a raklap, de egyikünknek be kell menni megnézni. Mi az? Na. De miért én? Hát... jól van, megértettem. Nadine! Szia, Regina! Jaj, édesem, nem tudtam, hogy ilyen rossz a helyzet. Majd hívjuk egymást? Igen, igen. Aztán majd találkozunk is. Jó. Rendben. Szia! Szia, Regina! Szia, és tarts ki! Köszönöm. Na és? Ott van? Igen. Osztogatják? Még nem. Az jó. Mi a jó? Éjjel érte jöhetünk. Ha? Nem tehetünk mást. Nem tehetünk mást. A francba.
Hol a fenében van már? Biztos hallgatja a férje sirámait, hogy miért megy el a barátnőjével. Az meg mi? Speed. De most nem veheted be? Kérsz? Nem. Ha nem, hát nem. A francba a frászt hozott rám! Mi tart a tenyébeig? Fogd be! Az micsoda? Egy puska. Hát, ha kell. De jó ég, mutasd! Nem. Na, jó, menjünk. A francba. Fárasztó vagy, Nadine? Félelmetes vagyok. Ne mozduljatok, rohadékok! Ne mozduljatok, rohadékok! Ne mozduljatok, rohadékok! Aki megmozdul, annak kiverem a fogait! Megértetted, hogy mondjam el más nyelven is! Snadin, hol van? Mit akarnak? A kasszát! Innen a kasszát! Jól van elég! Nincs kassza, minden ingyen van! Fogd be a pofád és ne szórakozz velem! A szegényeket lopják meg! Maradj ahogy! Nem szégyellik magukat! Vissza! Rígyó! Azt mondta, vissza! Hallgattasd el! Csönd legyen! Tudod, mit mondaná rád egy ingyó? Csönd legyen! Kosmár! Jó kutya! Elcsesztem, lányom. Megvettem a kocsit. Én is elvettem a pénzből. Kifizettem a lakbért. Mind elcsesztjük. Én megdugtam a zsaruval. Oh! Ez nem igaz. A francba! Ne! A nyomozóval. Igen. Erre indik én egyet. Igen. És nagy durranás volt? Igen. Na hozzád! Menjelém egy kicsit, köszönöm! Halló! Mi kérsz? Mi is én mi akarunk? Csicsi! Egészségeteknek! Köszi! Rányjuk! Szia, Simon! Kopogni ki fog, hülye! Felszült vagy. Na? Mármint? Van valami híred? Á, igen. Igen, hallottam valamit, de nem tudom, fontos-e. Szóval, van egy
csaj, aki a gyárban melúzik, és készpénzért vett egy vertát. Egy kocsit, az az én pénzem, érzem. Ki az a lutyú? Majd szaglászok. Látod neked, nem sürgős! Szeresd meg a nevét, te azonnal! Mondd meg neki, hogy üdvözlöm. Jó, megmondtam. Sziasztok! Nem akarunk beülni egy kávéra. Hé! Ne is zavartasd magad! Töröld bele a lábadat is! Nem tűnt fel, hogy vadonatúj? Süket is vagy, nem csak hülye? Hol van Zsami? Kicsoda? Zsami. Nem tudom. És a pénzem? Hol a pénzem? Eressen, miről beszélsz? A pénzemről beszélek, amit lenyúltál Zsamitól. Ne játszolhoz velem, hol a pénzem? A seggedben. Szállj be, elviszlek. Szállj már be! A kollégát látták, hogy követ valakit. Igen, igen. Simon Bénik. Mit akar a fickótól? Csak egy kis vállalkozó. Nem. Nem, díler. Drogatárolat. Az agyamra megy, díny! Azért küldték ide, hogy itt várja ki, amíg kirúgják. Még nem született ítélet. Ja, ugyan, nem zörög a haraszt. Különben miért lenne itt már fél éve? Biztos tudja, hogy mi voltunk? Vagy nagyon jobb löfföl. Persze, hogy tudja, a tragacsod miatt. Fogd be és ás, érted? Most már elég, né, nem? Akkor erről ennyit. Megmondtam, hogy ne nyúljunk a pénzhez. Nem mondhatok semmit. Erről sem mondhatsz semmit? Három nő kirabolta a segélyegyletet. Nincs ember, aki kirabolná a segélyegyletet. Csak azt kérem, hogy bízz bennem, Frank. Bízzak benned? Hülyének nézel? Ne ilyen hangosan! Ne keverjük bele a fiúkat! Gondoltál a fiúkra, amikor ezt csináltad? Mi lesz velük, ha börtönbe kerülsz? Ha nem mondod el azonnal, mi folyik itt, akkor én... Akkor mi lesz? Mit fogsz csinálni? Nem maradok itt, ha nem beszélsz. Jó, akkor lép le, Frank! Legalább lesz egy kis vakációm! És ne gyere nekem a fiúkkal! Azt hiszed, te jó példa vagy nekik, ahogy egész nap merezted a segged a kanapén? Nincs jogod ezt mondani. Ébredj már fel! Nem látod, hogy épp próbálom kihúzni magunkat a szarból? Most nincs olyan meleg. Hová mész? Zuhanyozni! Kiderült érezni a víz jótékony hűsítő hatását. Frank! Fiúk! Ha végeztél a hülyeségeiddel, hívd fel minket. Valaki van kint. Megnézem. Yeah.
várjon! Várjon! Mi a fenét keres itt? Itt Boulogne-ban vagy itt maguknál? Mindkettő. Áthelyeztek Párizsból, amíg vizsgálatot folytatnak. Vizsgálatot? Azzal vádolnak, hogy pénzt loptam egy házkutatásnál, és most próbálják bizonyítani. De nem maga volt. De én voltam. De nem tudják bizonyítani. Várjon. Jobb lenne, ha meghallgatná, amit mondani akarok. A főnökét, Jean-Mit, egy hónapja követtem, és tudom, hogy benne van egy belga-spanyol drogügyben. A fickó, aki várta magukat a parkolóban, egy bizony Simon Beneke. Hajó tulajdonos, ő biztosítja a drogszállítást, és ő Jean-Mit főnöke. És nekem mi közöm a dologhoz? Nem tudom. Nem értem. Nem világos. De ha nem mondja el, mi történt, nem tudom megvédeni. És ezek veszélyesek, nagyon veszélyesek. Érti? Akkor munkára ad nagy. Újabb gazember. Nem, ő zsaru. Ez egyre jobb. Bajba kerültél? Nem, honnan veszed ezt? Most 5 cm-es. Meghallgatjuk a szívet. Minden rendben. 10 hetes, éppen karácsony előtt fog megszületni. Szia, Kati! Rég volt, igaz? Biztos nem a múltról akarsz csevegni. Nem, gondom van a lányoddal. A te lányod is, nem emlékszel? De. Mégis mi a gond vele? Csinált egy nagy hülyeséget. Ellopta a rossz emberek pénzét. Micsoda aljas disznó vagy. Nem miattam került szarba, nagylány már, ő maga intézte. Én csak próbálom helyrehozni a dolgot. Ugyan már, ez hülyeség. Azért jöttél ide, mert félsz. Mert te keverted nagy szarba magad. Azért jöttél, mert az ő gondja a te gondod. Jaj, hallgasson! Miért? Akkor megversz? Úgy, mint a legutóbb? Beszéljünk az utolsó alkalomról, nézd! Te abortuszt akartál. Nem. Azt mondtam, gondoljuk át a dolgot, és te rám támadtál. Mindenképpen megütöttél volna. Lehet. És ha akkor hallgatsz rám, most nem lennénk ilyen szarban. Mit akarsz csinálni? Semmit. Csak kedvesen elmagyarázni neki, hogy adja vissza a pénzt, ennyi. Hát újra találkozunk. Tűnj innen. Örömmel, ha visszaadtad a pénzemet. Menj a büdös francba. Jó fej akartam lenni. De időpocsékolás, beszélni, elmagyarázni, mi lesz ebből? Aki azt mondja, hogy az erőszak nem volt meg semmit, az csak nem ütött elég nagyot. Hol a pénz? Arrigyó! Ez az, menekülj csak! Utoljára kérdezem, hol a pénz? Milyen pénz? Elég! Nagy békén, terhes! Beszélj vele!
És szeretném, ha ezt mindenképpen átadnál nekem. Ez? Jó. Igen. Később találkozunk. Majd át. Miért hívtál rendőrt? Nem hívtam senkit. Téged keresett. Én meg megmondtam, hogy nem vagy itt. Honnan tudsz a babáról? Egy anya megérzi az ilyesmit. Ja, persze. Kutattál és megtaláltad az ultrahangot. Nem mondtad meg, miért jöttél vissza. Tudnom kellett. Mikorra várod? Nem biztos, hogy megtartom. Az apja egy jó nagy déli macsófasz. A te apád is egy nagy fasz. Északi. De akkor is jó, hogy vagy. Segíts felállni. Miért? El kell mennem. Vissza kell adnod a pénzt, mielőtt komolyra fordul a dolog. Ja. De... Megyek. Lefekszem. Rendben. A parkolós pasas? Igen. Elvette a pénzt. Mondd már, elvette? Igen. Ó, a francba! Sajnálom. Ne. Nem kell mentegetőznöd. Láttad a képedet? Marilyn meg én azt hittük, leléptél a pénzzel. Muszáj volt elmondanod? Mit számít? Vége az egésznek. Minden olyan lesz, mint az előtt. Ettél, kicsikém? Nem, de nem baj. Muszáj enni. Kell az erő. Rántotta? Jöhet egy rántotta? Igen. Marilyn, tedd is meg. Képzeld, már van is új ember Jean-Mi helyett. Jean Daniel. Komolyan. És nagyon jó a segge. Igen. Ebben mindenki egyetért. Biztos sportol vagy ilyesmi. Karinnak már tervei is vannak vele. Nem hülye ez a Karin. Jó vagy? Igen, igen. Jól elintézett a szemét. Van grüjel sajt, meg szalonna. Én is megéztem. Egy jó rántottára. Csinálom hat tojásból. Hárman vagyunk, fejenként kettő. Csak Simon. Már a telefont se vesszük fel. Hívni akartam Monsieur Boniface. Akkor jó. Mert már kezdtünk nyugtalankodni. Oké, oké.
Megtaláltam a pénzt, nálam van, csak el kell mennem érte. Végre egy jó hír. Gyerünk, mesélj. Mi történt pontosan? Három kurva ellopta tőlem, de értettek a szóból. Kik azok a nők? Ne aggódjon, már intézkedtem. Most jól figyelj, Simon. Vagy megmondod, kik azok a nők, hogy egy kis letkét adhassunk nekik. Vagy elmegyünk sétahajókázni, és megetetlek a halakkal. Nadine de Wilder és Marilyn Santos a gyárból. Egyik a kikötőben lakik, a másik a városban. És a harmadik? Milyen harmadik? Azt mondtad, három kurva lopott meg. Á, igen. De harmadik nem tud semmiről, ő csak... Hol lakik? Sajnos nem tudom megmondani, Monsieur Boniface. Nem. Most, hogy belegondolok, egy lakókocsiban lakik a város szélén. Azt hiszem, tudom is pontosan hol. Eszembe jutott. Megy ez, ha akarod. De apa, most nem is megyünk hajókázni. Látod, szegény milyen csalódott. Borzasztó. Gyerünk, fiúk, intézzük el a három tyúkot. Halló, Frank, csak szólok, hogy vége ennek a históriának. Minden olyan lesz, mint előtte, ennyi. Bevásároltam tele a kocsi. Főzök egy finom vacsorát, bárányra fut. Szóval emeld a segged, és gyere haza a fiúkkal együtt. Szépen velünk jössz, nem csinálsz cirkuszt. Még egy lépés, és nektek annyi. Szia, Nadi! Szia, Robert! A család jól van? Igen, remekül. Az jó. Igaz is. Az Offé mondta, hogy jó lenne, ha beszélnél vele. Mondd meg, hogy beszélek vele, ha jobb jegyeid lesznek, rendben? Na, tűnés, nagyfiú. Este találkozunk. Elmehetnénk kocsikázni, hm? Elmehetnél a francba, ha? Ne! 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 Ne nyújj hozzám! Ne! Ereszel! A francba! Ereszel! 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 Hová megyünk? Egy csendes helyre. Csak tudnám, miért nézi el lassan. Úgy vezet, mint a nagyapám. A sportos stílus bírod?
vannak a seggemben. Elég lesz, elég! Jól van már! Nem kell rám tapadni! Visszavették a pénzüket. Náluk van a pénzük. Ott van náluk. Ott van! Nálatok van a pénzetek! Mit akarnak? Mit akarhatnak? Mit akarnak? Marilyn, hívj vissza, szarban vagyunk! Mi az? Üldöznek minket valami belgák, és nem tudom elérni Marilyn-t! Nyugodj meg, Nadine! Nagyon jó pofa vagy, fegyverük van, és Marilyn nem veszi fel. Mi ez a szarság? Azt hitte vége, visszakapták a pénzüket, mit akarnak még? Figyelj, az a fő, hogy ne menj haza, jó? És hová menjek? Mit tudom én, messze, Kaliba, szállj fel a kompra! De hát nem is beszélek angolul, mi a felét csináljak én Angliában? Senkire mondta, hogy nyiss egy büfét, csak bárki még elcsitul a dolog, jó? De mindegy, hagyjuk, megoldom valahogy. Hello Frank, mégse jó ötlet, hogy most hazamenj. Hívj vissza és megmagyarázom. Inkább élőben beszéljük. A francba. A zsarruk nem sokára észbe kapnak. Nem jó, ha túl sokáig itt dekkolnak. Ha gondolja, bízza rám a lányokat. De most szépen elmondod, hol az a rohadt lakókocsi, aztán elhozod a pénzemet. Világos? Igen. Világos? Világos. Igaz, a rohadt életbe.
Micsoda seggfejek vagytok, te meg a barátnőid! Megölted őket? Még jó, hogy megöltem őket. Anyád hol van? Kaléban. Remek. Segíts! Miért segítenék? Mert most mentettelek meg azért. Igen? És mitől mentettél meg? Ne kérdezz, segíts! Ne tervezz velem. Anyám való hozzád korban, tevén marha. Most nagyon jól figyelj! Nem vártam az engedélyedre, hogy megdugjam az anyádat. 35 éve köztünk nagyon is klappolt a szex, ha éppen tudni akarod. És most már jobb lesz, ha befogod, érted? Jobb lesz! Ha gondolkozol ezen! Na nézd csak! Na nézd csak! Kelj már fel, nincs sok időnk! Segítesz eltemetni a két seggfejet! Aztán szétválunk! Mindenki megy a maga útján! Te mész elől! Én nem leszek céltábla! Apja lánya! Asszonyom! Nadine, ugye? Dealer rossz jegyei miatt. Majd hívom. Fuss! Maradj, mindjárt jövök. A pénz miatt van, igaz? Menj a rendőrségre! Nézd rám, Dylan! Nem lesz baj. Érted? Kis lüke. Azt hiszi, nekem nagy öröm, hogy el kellett jönnöm a pénzemért, ha? Elnézést a kényelmetlenségért. Már nincs nálunk a pénzed! Igazat mond, már nincs nálunk. Azt hittük, minden el van rendezve. Ne is próbálkozzanak vele, nem tudnak átverni. Tudom, hogy van egy harmadik lottyó is. Oda ment két emberem. Amint hívnak és végre visszakapom a pénzemet, gondom lesz magukra is. Nézzetek utána, mit csinál az a kettő.
A tegnapi ért, amikor szétvertem a pofádat. Ne haragudj. Nem tudhattam, hogy te... Nem úgy, gratulálok. Mondtam már. Nem? Akkor mondom, gratulálok. Fiú vagy lány? Még nem tudom. Remélem, fiú. A fiúk boldogulnak. A lányokat férti az ember. És ez megkeseríti az életet. Zsambival mit csináltatok? Megöltük. És bedobozoltuk. Ó, miért? Erőszakoskodott. Szóval nem lopta el a pénzt. Hát, micsoda szar világban élünk. Na jól van, most már jó lesz. Hallod, az öreg kezd aggódni a pénzéért. Biztos majd megőrül. Hagyd abba, érted? Elég! Hagyd abba! Azt hiszed, hagyom, hogy megkopasz, csak mert a lányom vagy. Hát tévedsz, egyáltalán nem érdekel. Ne csinálj hülyeséget! Miért? Hogy miért? Az apád vagyok! Ez jelent valamit. Mégiscsak számít! A pénzt. Jaj, de... Mit csinálsz? Ne, ez nem jó ötlet. Nem. Nadi, jól vagytok? Igen, és te? Mi van a fiúkkal? Mi van a barátnőimmel? A barátnőid itt vannak velem. A te embereid meg velem. Add az egyik lányt. Keresd meg. Halló, te persze megúszod a balhét, meg mi visszük el. Ez volt a terv? Ez volt? Elég. Jól van. Most add a fiúkat. Nem megy, meghaltak. De itt a pénzed. Odaadom cserébe a lányukért. Jól van. Simon is kell? Ölte meg a fiúkat. Az őt is. Itt vagyunk az öreg csajnál. Nem csinálod azt, amit mond, ugye? Nem tehetek mást. Hogy nem tehetsz mást? Hogy ne tehetnél, te idióta? Leléphetünk most azonnal, érted? Mi tart vissza? Gyerünk, ásd el őket! Csináld te, én itt sem vagyok. Segíts! Ennek rossz vége lesz. Fejezd be a nyafogást, érted? Halló? Meg mindig aggódik, értem? Egyre jobban. Találkozom egy belgával. Nála vannak a barátnőim. Hol találkoznak? Nadinnál, a kolléganőmnél. Ne menjen oda, bízza rám odalkot, jó? Nem lehet, várnak. A lányok számítanak rám, siessen. Ha nem jön ki a belga, akkor elkap a zsaru. Hálás köszönet, szuper terv! Hová megy Dinny? Horgászni. Itt vannak. A pénz is. Most meg mi van? Nem a fenébe is! Hallgass meg, légy szíves! Beülünk a kocsiba, elmegyünk jó messze, és szépen megegyezünk. 70-30, rendben? Jó, 50-50, megfelel? Indulj! Fegyvere van. Csökönyös szamár vagy. Anyádtól örökölted. Óvatos a fiú. Az az érzésem, ez a tyúk mindenre képes. Úgy bizony, sőt, krumplizabálom.
lányok kimennek, én a házban maradok a táskával. Senki nem megy ki. Ez a férjem. Jó napot, uram. Mit jelentsen ez, Nadine? Ez bonyolult, majd megmagyarázom. És az üzenetet, hogy azonnal jöjjek haza a fiúkkal, őket is ki akartad tenni ennek, igen? Megmagyarázom, Frank. Meg fogja magyarázni, nyugalom. De fogd be a pofádat! Pillanat. Ne halljunk már meg mindegy kis pénz miatt a fenébe is. Te is azért töltett meg az embereimet. Nem, azért, hogy megvédjen. Ő az apám. Az apád? Én ezt nem értem. Ki nyírja az embereimet, hogy megvédjen, te meg átadod nekem? Ezt nem vagyok családcentrikus. Amúgy ő se, igaz, Simon? Ezt talán nem most kellene megtárgyalnunk. Igazad van. Elmondom, mi lesz. Most háromig számolok. És ha háromra nem dobod el a pisztolyt, szétlocsantom az agyát ennek a ribasznak, vagy legalábbis azt, ami az agya helyén van. Nagyon valószínű, hogy akkor rám lősz, de nagyon fontos, hogy ne hibázd el, már pedig az könnyen megesik, tekintve a tapasztalatlanságodat, a stresszt, a fej nélküli barátnődet, és... Rendőrség! Fegyvert le! Hívjam a mentőket? Nem, segíts felállni. Én
rendőröket. Kérsz egyet? Ha gondolod. Semmi baj, semmi baj. Két fagylat lenne. Mit kérsz, vaníliát vagy csokit? Citromot. Persze, igaz is. Két citrom vagy itt legyen szívesen. A többi a magáé. Köszönöm. Örülök, hogy visszajöttél. Jó újra látni téged. Hülyeséget mondtam. Remélem, hogy lány lesz. Igen. Miért nem nyarod, elolvad? Na, finom? Nem nagyon. Sajnálom. Tudod... A fenébe. Hívtalak a rendőrségen, de azt mondták, hogy kiléptél. Na, igen, igen. Ejtették a vádat ellenem. Tudod, ami itt történt, attól valamiféle hős lettem. Elmész? Elmegyek. Vannak terveid? Még semmi. Semmi biztos. Szintén. Nem akarsz elvinni? De, persze. Jól van. Mit csináltál a pisztolyjal? Megtartottad? Nem, eldobtam. Jól tettem? Igen, persze. Jól tetted. És te tudod, hogy mi lett a pénzzel? A pénz? Azt ilyenkor lefoglalják ez?
az eljárás. A barátnőid? Mi van velük? Tudják, hogy eljöttél? Nem. De ne foglalkozzunk velük, ők csak áldozatok. Igen. Köszönöm. Ó, jaj, milyen borzasztó. Gyertek csak! Azt hitte téd a bombázó is, meg a viszkos pénz is, és akkor egyszer csak... Ó, gyertek! Nincs semmit. Jó ég, gyertek! Gyertek szépen! Akkor ennyi volt. Egy pillanatra elhittem, hogy eldobtad a pisztolyt. Vicces, mert én is elhittem a pénz dolgot. Megyünk, lányom! Ez a sikerül! It's sad to know, ooh, it's sad to know.